Szép jó napot kívánok mindenkinek! Horváth Janisz, kínai kaligráfiát és festészetet oktató, grafikus művész, tipográfos vagyok. Ma a Konfuciusz nap alkalmából, Konfuciusztól egy néhány mondatot írnék le kínai írásjegyek segítségével. Ő a beszélgetések és mondások szöveggyűjteményt írta valamikor a időszámításunk előtti 5. században. Ebből a szövegből a 7. fejezet 21. bekezdését írnám le kínai írásjegyek segítségével, ami magyarul így hangzik Tőkei Ferenc tanáról fordításában. Ha a harmad magammal utazom, a másik kettő feltétlenül mesteremmé lesz, mert én kiválasztom bennük a jót és követem. Ami pedig rossz bennük, azt kijavítom magamban. Természetesen a kínai írásjegyek a klasszikus szövegeknél sok esetben nem tartalmaznak minden ilyen részletes információt, ezért magyarázatra szorul némelyik karakternek a megértése. Írnám az írásjegyeket. Az első a 3 jelentésű írásjegy, ami érdekes módon 3 vízszintes vonalból áll. A vízszintesek a kínai kaligráfiában sem vízszintesek, egy picit ferdén felfele kúsznak. A letett ecset vízszintesen húzza fölfele, amit mondtam, nem vízszintes egy picit. A középen vékonyabb, a két végén picit vastagabb vonalat. Az első után párhuzamosan, de rövidebben jön a második, és a harmadik pedig vastagabban, hosszabban húzódik jobbra. Jellemző, hogy a kínaiak kedvelik azt a vizuális megjelenítést, amelyik bár látszólagosan ugyanazt a szerepet játszik, mindegyik mindenáron vízszintes, mégsem ugyanolyan, van közöttük különbség, és a tengelyhez képest balra és jobbra is nagyjából azonos arányban oszlik el, de az egész négyzet, amelyik a kiindulási pontja minden egyes írásjegynek, úgy kerül kitöltésre, hogy látszólagosan a felső részbe kerül a írásjegy, és mégis úgy összeáll, hogy kiegyensúlyozottsága bal oldalt és jobb oldalt és a vízszintes ritmusok következtében szép lesz, esztetikus lesz. A következő írásjegy függőlegesen indul el, és ferdén elvékonyodóan görbül kifele. A középponttól egy kicsit magasabban elinduló vastagra lenyomott ecsettel folytatódik a második vonás. Ebben az esetben ez lesz az ember írásjegye. Itt is szükséges az, hogy a kevés vonalból álló karakter megjelenésében formáját adva nagyjából ki töltse azt a vizuális űrt, amelyik a mellette, a vonalak melletti részen, még a négyzetben előjönnek. Ha több vonásból áll az írásjegy, akkor természetesen más arányokat kell a kaligráfusnak figyelembe venni. Mindahogy a következőnél, ebben az esetben egy balra lehúzott, majd megint ennek a párhuzamosa egy újabb balra lehúzott pievonal, és egy függőlegesen lehúzott sú vonal az írásjegy bal oldala. Ez
jelentésében, önálló jelentésében azt jelenti, hogy valahol valami megy és keresztezi egymást. Ez maga a kiindulási pont, ez a fogalmi gyök az írásjegynél. A jobb oldala pedig egy vízszintessel, majd egy hosszabb vízszintessel folytatódik, és ennek a jobboldali résznek a közepén elindul egy függőleges, és horogba végződően visszapattan az ecset. Tehát szükséges, hogy a többvonalas karakter is vizuálisan kitöltse a négyzetet, az előre meghatározott négyzetet. A következő írásjegy a pi kiejtéssel egy ponttal indul, majd egy másik ponttal végződik, és egy harmadik átlós vonallal jön, hogy utána lehúzza a következő visszakanyarodó, visszaívelő és jobb oldalt lezáró vonalat. Ez a kaligráfiás vonás sorrend. Természetesen akkor, amikor a mai vonás sorrendet, a szabályos vonás sorrendet tanulja a diák, akkor sokszor találkozik más vonás sorrenddel, mert hogy az évszázadok alatt megváltozott ez a vonás sorrend, tehát a normális, hivatalos mai vonás sorrend 1, 2, 3, 4 és 5. A másság abból adódik, hogy a kaligráfia akkor, amikor kialakult, a folyamatos félkurzív, vagy a fogalmazó írás, akkor még nem volt vonássorrend szabálytörvény, és ezért a különböző időszakban a kaligráfusok más és más vonásokat, vonássorrendet alkalmaztak, tehát ez a játék, amit az előbb mondtam, mutattam, ez benne van a kaligráfiában. Igaz, mindenkinek érdemes megtanulni a mostani modern szabályos vonássorrendet, amiből alkalmattán a kaligráfiát meghúzva, az írását meghúzva esetleg változtatna. A következő írásjegy a léthez kapcsolódó jelentése bíró vízszintessel, ferdén elhúzott P vonallal meghúzott, majd függőlegesen és jobbra horoggal visszapattanóan két vízszintessel lezárt jó írásjegy. Ez a létet, a birtoklást, birtokosságot is jelentő karakter. Itt most a szövegben összefüggésbe lesz a következő írásjeggyel. Az pedig nem más, mint az én, a velem, az engem, a hozzám kapcsolódó jelentéssel bíró vó kiejtésű írásjegy egy ferdevonallal, majd egy vízszintessel áthúzott, egy függőlegessel és horoggal folytatott, alulról felfele húzott, egy nagy, hosszan elhúzó átívelős és horoggal és kereszteződéssel, és
ponttal végződő, kissé bonyolult karakter. Ezután következik egy pont, majd függőleges, jobbra elhúzott, letört függőlegessel, alatta egy hasonló formával bezáró baloldal, amit jobb oldalt egy vízszintes, egy rövidke függőleges, vízszintes, hosszabban, vastagabban és horgosan visszacsapó függőleges, majd egy hosszan és hegyesre végződő hosszú vízszint, függőleges vonallal zárunk. Ez a tanítás, tanulás, tanító, tanár jelentésű s írás jegy. A sort a vízszintessel, függőlegessel, megint vízszintessel, rövidke függőlegessel, újabb vízszintessel, szintén vízszintes, függőleges, vízszintesen, visszakanyarodóan, horgosan, egy, két, három, négy vonallal megrajzolt ilyen kiejtésű nyelvtani záró partikula fejezi be. Ebben az esetben az, amelyik egyébként kérdő tartalmú, tehát honnan, hol, hová jelentéssel bír. Itt most a mondatot tekintve kérdővé teszi a mondatot is. Miközben a magyar fordításban nem szükséges a kérdés. Tehát három ember utazik, utazó ember, kell feltétlenül szükséges lenni engem, velem, hozzám kapcsolódóan, tanár, tanító, és ehhez kapcsolódik ez, amit mondtam, a mondatzárás. Tehát, ha harmad magammal utazom, feltétlenül, a másik kettőről van szó, feltétlenül ők a mesteremmé válnak, ők lesznek a tanítóim, tehát tanítóvá válnak. Másik kettő biztosan tanítómá válik. Ezt az alapgondolatot, ezt a nyolc írásjegyet használják a kínaiak a beszélgetésben, az írásban. A következő részét a Konfuciusz idézetnek hozzáértik, hisz ismerik. De én folytatnám tovább a szöveget. Az első írásjegy a c kiejtéssel, klasszikus írásjegy, vízszintes, függőleges, horoggal és fölfele húzott. Ez a baloldali kéz gyökjel, majd függőleges rövidke áthúzott, jobb oldalt betörve, két függőleges vonallal lezárt felső része, alatta egy vízszintes, függőleges, megint vízszintes, két betörő, beforduló kispont, majd vízszintes, egy hosszabb vízszintes, és az egészhez kapcsolódó függőleges, hegyesbe végződő függőleges vonal. A bal oldali résznek is van egy tengelye, a jobb oldali résznek is van egy tengelye, és ritmusa egymás alatti vízszintesek elosztásában. Mint ahogy minden egyes írásjegynél a vízszintes elosztás, vagy a függőleges elosztás szintén fontos az egész karakter megjelenése
szempontjából. A következő írásjegy egy vízszintes, egy függőleges, egy hosszabb függőleges, két rövidke belső vízszintes, majd egy hosszabb vízszintes után van egy balra és egy jobbra lezáró két hosszú pont. Ez a csi kiejtésű, őket, övét jelentésű, tehát a harmadik személyhez kapcsolódó jelentéssel bíró írásjegy. Alatta egy pont, két ponttal kezdődő egy vízszintes, két vízszintes, három vízszintes, egy függőleges, balról egy, jobbról egy pont, és egy hosszabb vízszintessel lezáró rész, ami alá kerül egy lapos trapéz. Ez a san kiejtésű, jót, kiválót, minősítő jelző. Ezt a jelzőt változtatja meg a következő írásjegy: vízszintes, függőleges, vízszintes, majd ezt az egészet áthúzza egy ívelő P vonal, ami alatt egy kicsit trapéz formájú, elnyújtott téglalap formájú napocska van. Tehát ezt a jelzőt, ezt a jó jelentésű jelzőt teszi az alatta lévő cs kiejtésű nominalizáló, tehát főnevesítő nyelvtani forma. Utána jön egy vízszintessel, majd egy ferdével, pici ferdével, bal oldalt befeledől, áthúzott, jobb oldalt horogosan visszapattanó, két függőleges, egyik hosszabb, mint a másik, megrajzolt ör kiejtésű kötőszó. Ez ést azon kívült jelent meg olykor, de ebbe az esetben ést ebbe a mondatba. A következő írásjegy két ferdével kezdődik, és egy függőleges tompával folytatódik, mint ahogy itt a keresztezést, mozgást, utazást jelentő szónál. A jobb oldala viszont másabb, két emberke van fent, picibe megrajzoltan, és mintha egy láb-lábhoz kapcsolódó rajzolat lenne, lenyomott návonal segítségével meghúzva. Így együtt cong kiejtéssel azt jelenti, hogy valahol valamit, valakit követni. A következő írásjegy egy ponttal kezdődik, egy vízszintes és visszakanyarodni, és minthogyha Z betűt rajzolnánk, alul lenyomva a G írásjegy, ami a szinte azonosítja az előzőeket, tehát őt, őket kapcsolatban így zárja le egységbe. Tehát választani az ő jóságukat,
az, ami jó, és követni azt, követni őket, követni úgy az, ami bennük jó. Lehetne itt újabb vesző, de a kínai, klasszikus kínai nyelv nem használ írás jeleket, tehát tagolásokat, mint vesszőt, mint kettős pontot, vagy ilyesmit, mint ahogy a mondat végén sem használt más írás jelet, csak mondat záró írás jegyekkel zárták le a gondolatot. Tehát itt lenne az első egysége a második mondatnak, folytatva tovább, visszintessel, függőleges, megint függőleges, egyik visszintes, másik és egy harmadik hosszabb, balra és jobbra lezárva, ugyanaz a csi írásjegy, ami azt jelenti, hogy az ő övét, őt, őket, tehát harmadik szemét jelenti. Nincs egyes és többes szám, csak harmadik személy. A következő írásjegy a tagadó szó, tehát a nem jelentésű szó, főnevet tagad. Egy visszintessel kezdődik, egy ferdével végződik, és keresztezetten tompa függőlegessel folytatódik, majd jobb oldalt egy hosszabb ponttal záródik az írás. Tehát ez egy főnévi tagadószó. Van persze más szerepe is, de itten, ahogy a mondat majd folytatódik, főnév lesz abból a melléknévből, ami itt is igenlő mondatnál előjött, most tagadóvá válik a következő szó, mert szükséges a jó jelentésű szó, tehát a san pontosabban. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, és alul itt a trapéz. Ugyanúgy a jelzőt főnevesíti, visszintes, függőleges, visszintes, ferdén át, egy álló téglalap. Ez a nominalizáló partikula. És újra jön a és szó. Függőleges, áthúzva, lenyomva, horgossan vissza, egy függőleges, egy hosszabb. A következő pedig javítani jelentési szó, káj kiejtéssel, visszintes, függőleges, visszintes, majd függőlegesen, és fölcsapódik. Jobb oldalt egy, kettő visszintes vonal kanyarodik, majd lenyomott ecsettel lesz egy lezáró vonal, és itt is a mondatot egy dzs zárja, tehát egy pont, egy visszintes, majd visszakanyarodik, és
laposan, lenyomottan záródik a vonal. Tehát három ember, aki utazó, közül szükséges feltétlenül az én tanítommá lesz valamelyik, másik kettő is, természetesen. Mert én kiválasztom közülük, bennük, belőlük a jót, az, ami jó, és azt követem. Ami pedig nem jó, rossz, azt pedig magamban kijavítom. Így áll össze ez a kínai gondolat, ez a bölcsesség, amit Konfúciusz leírt. Ha kaligráfiáról van szó, akkor természetesen lehet ezt nem csak ezzel a szabályos írással, hanem más írás stílussal is írni. Most bemutatom, hogy a kaligráfiában a fogalmazó írás elnézést, az mennyiben más rajzolatot ad, mutat a legvégén az írásképet illetően. Mások lesznek a vonássorrendek, és nagyon sok karakternek a rajzolata megváltozik. Mutatnám. 1, 2, 3. És a utazóból csak ennyi lesz. Mint ahogy mondtam, hogy a kaligráfiában is a vonássorrend megváltozik itt a pi írásjegynél is látszik. Erős különbség van a jó írásjegynél, csak ennyi a rajzolat, mint ahogy a én jelentésű írásjegynél is. Erős különbség van, de a tanár tanításhoz kapcsolódóan is lehet különbséget látni a jennél, meg aztán végképp nagyon megváltozik, nagyon egyszerűsödik a forma. A ritmus, a vonalaknak a tagoltsága, rajzolata adja meg a szépségét ennek a történetnek, ennek a stílusnak. Ez a C-írásjegy, mint ahogy a Qi-ből is csak ennyi lesz, vagy a Shan, hogy pontos maradjak a kiejtésénél. De a nyelvtani szerkezetű nominalizáló dzsöt, azt azért fel lehet fedezni.
A kötőszóból rövidke vonalvezetés marad, mint ahogy a hosszú cong szóból is kevés lesz a azonosítható. Ugyanúgy a dzső szót is ilyen mívesen szokták meghúzni, hogy a csí szó. Tehát ez újra előjön, tehát az ő jelentésű írás egy közös formája, a nem kiejtésű, vagy a nem jelentésű írásjegy az a fogalmazó írásban nagyon változik, ilyenné válik, és lesz újra a jó jelentéssel bíró sen szó. Újra itt ez a kötőszó, és a legvégén meg lezárva. Tehát fogalmazó írása az egyik változatban talán így néz ki, ugyanez a gondolatsor, amit Konfuciusz a beszélgetés mondások szövegében leírt. Tehát, ha harmad magammal utazom, a másik kettő feltétlenül mesteremmé lesz, mert én kiválasztom bennük a jót, és követem. Ami pedig bennük rossz, azt kijavítom magamban. Köszönöm szépen a figyelmet!